Sziasztok! Újra visszatérünk egy videóval. Mai alanyunk a HDR 68, de most rendhagyó módon nem mi fogjuk bemutatni, hanem kedves kollégánk Ervin, aki gyakorlatilag Magyarország egyik legjobb szervizese T4E kategóriában, és most felkértük rá, hogy mondja el az eszköznek a csinyet és binyet. És közben pedig mi, ha úgy gondoljuk, közbeszólunk, vagy nem. Vagy nem. Sziasztok! Ő lenne HDR 68-asunk. Árérték arányban véleményem szerint ebben a kategóriában ennél jobbat nem tudtok vásárolni. Amit érdemes tudni róla, egy igazi ilyen hellboyos pisztoly, vagy argóból akár egy ilyen kis kéziágyú. Ami fontos info róla, dobtáras megoldású, 5 darab lövedék fér a kis táracskájába, ebből akár még pluszokat is lehet vásárolni, hogyha valaki úgy érezné, hogy 5 darab lövésből nem fogja eltalálni az illetőt. CO-val működik, az alját kell szépen kitekerni, belecsúsztatjuk a 12 g-os CO patront, visszacsavarjuk az alját, és gyakorlatilag már is tűzkész állapotba helyezhetjük egyetlen beütéssel. Ha beütöttük a kis fegyverkének az alját, itt ki fog ugrani egy kis pin, pirosan világít, illetve látszik rajta, hogy tűzkész állapotban van a fegyverünk, de ilyenkor se fog még magától elsülni, ugyanis van neki egy ilyen biztonsági ravasza, az az elsütő billentyűje, magától nem fogod tudni meghúzni, hanem ha csak a határozottan meghúzzuk, akkor fog tudni elsülni. Úgyhogy nincs az, hogy véletlen elsütjük, akár nyugodtan párnád alatt is tárolhatod, biztos, ami biztos alapon. Gyárilag ezek mind 15 zsúl alatti értékkel érkeznek, úgyhogy legálisan, engedély nélkül otthon tarthatóak ezek az eszközök. Amit még javasolni szoktunk vele kapcsolatban, hogy megvásárláskor első körbe vegyen az ember egy pár darab sima, egyszerű gumilövedéket, amíg megtanulja használni magabiztosan a szerkezetet, és ha már magabiztosan megy vele a tüzelés, akkor javasoljuk műanyag, illetve paprika lövedéknek a vegyes betározását. A paprika lövedékkel igazából elég csak az ember közelébe elsütni, és már is garantált a hatása. Egészen biztos, hogy taknya nyála folyni fog az illetőnek, és ha még ezek után talpon marad, akkor pedig egy műanyag lövedékkel megspékelve egészen biztos, hogy a padlóra tudjuk teríteni a célszemélyt, aki illetéktelenül tartózkodik az ingatlanunkon. Röviden, tömören igazából ennyi a fegyvernek a alap működése. Van még lehetőség egyéb okosításokra. Tetején 20 mm-es szereléksin, alján 20 mm-es szereléksin. Így lehet rá lámpát, lézert, tetejére red dotot, kis mini távcsőt, amit szeretnénk rárakni. Igazából ez a használhatóságát nagyban nem befolyásolja, hogyha az ember maga biztosan tud irányzékkal is célozni, egy olyan 25 méterig ez hatásos eszköz, bár ugye 5 méteren belül számít jogos önvédelemnek, ezt nagyon fontos hozzátennünk. Ami még nagyon fontos, van hozzá gyors stok, így akár övre csatolva is hordhatjuk, sokan szokták ezt vidéken a birtokon maguknál tartani, hogyha betolakodik valaki a kis telkükre, akkor ővele tudnak így tekintélyt parancsolni. Viszont, hogyha van rajta valamiféle szerelékünk, akkor a gyors stokot azt sajnos el kell hozzá felejtenünk, de így önmagában is szerintem eléggé elrettentő erőt prezentál ez a kis eszköz. Ha valakinek ezek a tetején lévő, meg alján lévő szereléksének nem elég tuningolási opciók, akkor van lehetőség még egyéb okosításokra is. Erről viszont tudni kell, hogy ez sajnos BTK-ba ütközik, úgyhogy ez csak saját felelősségre végezze saját magának mindenki. Röviden, tömören én ennyit szerettem volna róla mondani. Szerintem továbbra is ezért az árért ez a legjobb elérhető eszköz ebben a kategóriában. Köszöntöm szépen a figyelmet, további szép napot! Levente? 6 méter az önvédelem egyébként. 6 méter? És akkor ajánljuk mindenkinek, igaz? 18 évet betöltött személynek mindenféleképpen ajánljuk, így van. Mindenkinek. 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 Jó, shopba elérhető, hozzá tuning alkatrészek is. BTK-n, de ez biztos mondta erről. Igen. Úgyhogy... Sziasztok. Monopolizmó. Azt nem. Nem, ez nem megy nektek.